5. Drogtabu. Minden droghoz tartozó tabu megvan terhelve szégyennel, kivéve az alkoholt. Az alkoholhoz érdekes módon nem tartozik tabu, azt büszkén vállaljuk, mint a kicsi huszár. Igaz? Hát ráadásul itt a magyar társadalomban nem is lehet megúszni egyetlen családi rendezvény, baráti találkozót, vagy egyáltalán mondjuk az egyetemista éveket nem lehet lehúzni. Nem, anélkül, de nem is, hogy nem lehet, nem is kell, miért is kéne? Hát ezek a legjobb sztoriaink, hát ezek a legjobb élményeink, hát önfelett megvallása zajlik a szenvedélybetegségnek adott hát esetben, meg, és minél inkább szenvedélybeteg, vagyis minél inkább tart téged pórázon ez a szenvedély, annál többször kerül szóba, hiszen annál gyakrabban kerül az asztalra. Ugye Krisztus vére nem lehet elfojtás tárgya, hát Krisztus vérének a helye a Szent Grálban van. Hát hogyha valami nem a tudattalamban, hanem kifejezetten a felettes énben van, az ugye a Jézus Krisztusnak a vére. Ezt nem folytjuk el, borban az igazság, van egy ilyen mondás, ugye? Amfetaminban az igazság, ilyen mondás van? Heroinban az igazság? Van ilyen mondás? Kokainban az igazság. Érdekes, hogy ilyen mondás nincsen. Igen. Több dolog is eszembe jutott. Itt az egész drog, alkohol, tabu kapcsán az a baj, hogy minden össze van keveredve mindennel. Tehát az, hogy káros dolgokat, vagy már függőségeket mondjuk piedesztára emelünk, hiszen ugye az menő, hogyha valaki mondjuk férfiként sokat tud inni. Hát micsoda férfi, ugye? Hát, hogy bírja az alkoholt, megbír inni egy üveg unikumot, vagy kettőt egymás után, tehát ugye elve ez kapcsolódik a férfiassághoz, de közben ugye mennyire álságos dolog az, hogy mondjuk az orvosi célra használt marihuána azt, az ugye el sem képzelhető, hogy erről mondjuk tudományos vita folyjon, vagy bármi, mindeközben egy csomó ember, akinek ez megoldást jelentene, azokat az embereket elvágjuk ettől a lehetőségtől. De miért? Mert nem különböztetjük meg nem a marihuánát a kokaintól, meg az amfetamintól, hanem úgy nevezzük drog, amiben természetesen a kávé nem tartozik bele, természetesen a nikotin nem tartozik, természetesen sem a koffein, sem a nikotin, sem pedig az alkohol, ugye ezek nem tartoznak bele, hanem mindazok tartoznak bele, amelyeket én személy szerint átlag János nem fogyasztok. Ugye? Amit én nem fogyasztok, az drog. Amit én fogyasztok, az nem drog, de ugyanez a helyzet, amit én művelek otthon Arankával az ágyban, az a normális szex. Amit én már nem művelek otthon Arankával az ágyban, mert nekem már nem fér bele, az perverzió. Ugye?